Ha a fűtési szezonban bekövetkező, emberéletet követelő tragédiákról van szó, elsőként mindenkinek a szénmonoxid mérgezés jut az eszébe. A kéménytüzek sajnos szintén számos emberéletet követelnek évente, és sokan nem is tudják, hogy ezek kialakulásának hátterében mi áll. A tavalyi évben, tehát a 2023-as esztendőben 24 alkalommal riasztották a tóna megyei tűzoltókat egyébként ilyen esetekhez. Összesen 21 települést érintettek ezek a kéménytüzek. Ebből csak itt a, a mostani fűtészezonban, ami tavaly októberben kezdődött meg, a mai nappal bezárólag már 9 alkalommal riasztották így az egységeket. Itt legutóbbi időben egyébként, december 16-án még szakcsón a dombovári tűzoltókat egy, családi házhoz itt egy kém, a kéményben lerakódott korom izzott, el is távolították az ékető anyagot a tüzelőberendezésből a tűzoltók, majd értesítették a kéményseprőket, és természetesen megtiltották a kémény további használatát, a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgáltató kiérkezéséig. Egy hasonló eset történt Bogyiszlón is 2024 első napjaiban, ahol egy saváló kéményben korom rakódott le, melynek égés terméket sikeresen távolították el a Tolnai Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság munkatárs. Annak érdekében, hogy a hasonló eseményeket, eseteket azt elkerüljük otthonunkban, nagyon fontos itt a tüzelőanyag megválasztása természetesen, tehát ez lehetőség szerint száraz fával történjen, semmiféle kemikáliát, illetve hulladékot ne dobjunk egyébként így a kandalóba, cserépkájhába, egyéb tüzelő és fűtőberendezésebe. Ez megint csak a korom, valamint a kátrány lerakódásának lerakódását segíthetik előadott esetben. Itt a kormot még egyszerűbben egyébként adott eltávolítható egy kéményből, viszont a kátrány bizonyos esetekben már csak a kémiai szerkezetének megbontásával távolítható el, tehát ez komolyabb anyagi utána költségeket fog maga után vonzani. Túlnyomó részt a tűzesetekért a lerakódások gyulladása a felelős. Ez a kémény tisztításának elhanyagolásából adódik, ezért is kiemeltem fontos, hogy időben gondoskodjunk a megfelelő karbantartásról. Kémén ipari tevékenységgel kapcsolatos ügyfélszolgálati telefonszám a 18.18 9.1-es menüpont alatt található.